Úgy gondolom, miután visszajöttünk a szünetről, a karácsonyi szünetről, sokkal keményebben és intenzívebben edzünk, és úgy gondolom, hogy ez meg is látszik a pályán, hiszen sokkal gyorsabb a támadójátékunk, sokkal agresszívabbá vált a védekezésünk is, úgyhogy remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább haladni. Biztos, hogy egy pörgős, jó ritmusú mérkőzés lesz, hiszen a Beac játékára mindig is ez volt jellemző, hogy próbálnak minél gyorsabb támadójátékot játszani. Elkezdtünk felkészülni belőlük, én nagyon remélem, hogy az, amit az egész héten gyakorlunk, agresszív védekezést, azt tudjuk folytatni a hétvégén, hiszen én úgy gondolom, hogy a csapatunknak ez lehet a kulcsa, az agresszív védekezés, és hogyha ezt sikerült teljesítenünk a hétvégén, akkor úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Saját magadtól mit vársz ezen a meccsen? Hogy ezt a lendületet, amit a padról be tudok vinni a pályára, azt folytassam és tovább vigyem mérkőzésre, mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy az edzők is ezt várják el tőlem, és ezt nem szeretném abba hagyni, hogyha csak folytatnám.